OTP bankos munkatársként telefonálva keresi fel áldozatait egy csaló. A hívása becsapó lehet, ugyanis egy szinte betanult szöveget is azonosító számot kántálva próbálja velünk elhitetni, hogy a bankfiókunkat feltörték, két nagyobb összegű tranzakciót pedig már elvégeztek. Mivel nem egyedi esetről van szó, a rendőrség honlapján több helyen tájékozódhatunk a csalás e Az elkövetői módszerek általában hasonlóak. A hívófél banki alkalmazottnak adja ki magát, és arról tájékoztat, hogy csalás történt a kártyával, ezért meg kell adnunk a bankkártya adatokat. Az érintettek sokszor bedőlnek ennek a trükknek, hiszen a pénzüket féltve nem gondolják végig, hogy az adatok a bank részére elérhetőek. Miért kellene azokat nekik megadni, vagy azokat egyeztetni? Még az is előfordul, hogy megadják a bankkártya hátoldalán található úgynevezett CVC kódot is, amelyet hangsúlyozunk, hogy soha semmilyen szolgáltató nem kér olvasható a polisz.hu oldalon. A csalók a kicsalt adatokkal olyan visszaéléseket követnek el, amelyel könnyen jelentős anyagi károkat okozhatnak áldozatuknak. A csalások elkövetői egyre változatosabb és egyre nehezebben felismerhető módszereket találnak ki, ezért nagyon fontos a legapróbb gyanús jelek felismerése és a körültekintő viselkedés. Leggyakrabban idős, nyugdíjas embereket hívnak fel, akik sokszor gyanútlanul megadják az adatokat. Az OTP bank oldalán is figyelmeztetnek a csalók kivédésére.